hatszorosára emelik a DK fővárosában az újbudaiak parkolási díjait, és 9000 eddig ingyenes parkolóhelyet tesznek fizetőssé a parkolási maffia lobbija nyomán. Miközben a kormányzat a Műegyetem rakparti villamospályák meghosszabbításával 300 parkolóhelyet szüntetne meg. Ezért a Mi Hazánk mozgalom inkább a trolibusz hálózat bővítését szorgalmazza, mely sokkal olcsóbban valósítható meg, a meglévő közutat tudja használni, a parkolóhelyeket is meghagyva. A DK télapója LMBTQ propaganda könyvet vitt a gyerekeknek, karácsonyra pedig elképesztő díjemeléssel lepték meg az újbudaiakat. Lakásonként az első gépjármű parkolási éves díját a hatszorosára, a másodikét a 12-szeresére emelték. A képviselőtestület online tanácskozásán a Fidesz képviselői nem vettek részt, módosító javaslatot is csak én nyújtottam be, hogy legalább a Budaörsön működő modell szerint két órát ingyenesen parkolhassanak az ügyeiket intézők, ezzel ugyanúgy távol tartva a kerületet P plusz R parkolónak használó átutazókat, de nem támogatták javaslatomat. Ahogy az sem, hogy az Újbuda az újbudaiaké elv jegyében legalább minden helyi lakos ingyen parkolhasson a saját kerületében, ha már komoly gépjárműadót és kötelező felelősségbiztosítást fizetnek, illetve az üzemanyagokat is komoly adók terhelik. Már az önkormányzati törvény 13. paragrafusa előírja, kötelezi a helyhatóságokat a gépjárművek parkolásának biztosítására. Sajnos nem támogatták és nem támogatnak semmilyen parkolóhely bővítést, amit a Mi Hazánk mozgalom rendszeresen szorgalmaz. Mindig csak azok számának csökkentése van napirendre. Például itt a Bocskai út felújítása során 137 parkolóhely szűnt meg. Ezt hívják a mindenkori önkormányzatok fejlesztésnek. Újbuda azonban megtelt, a túlépített kerületben ráadásul az önkormányzat parkolóhely megváltás jogcímen rendszeresen hasznot húz az új építésű házakhoz előírt kötelező számú parkolóhelyek építésének szabotálásából. Vannak területek, ahol akár 30-40 percet is kell a lakóknak, még a parkolási maffia fizetős területén is parkolóhely keresésével tölteniük, mert az önkormányzat fittyet hány a törvényileg előírt kötelezettségére. Újbuda történetének legnagyobb korrupciós botránya az úgynevezett kopaszigét. Most az újabb egyes villamossal néhány 10 méterre párhuzamosan járó villamossal is kiszolgálnák ezt a túlépítést, a politikus bűnözők és az ingatlan spekulánsok látványos kiszolgálása ez. Az ott engedélyezett 10 000 lakás, egy kisebb város, aminek felépítését, a kerületbe bepasszírozását lakossági tájékoztatás és engedélyeztetés nélkül hajtották végre. A 11. kerület nagy lehetőségét az MSZP és SZDSZ-es önkormányzat elkótyavetjélte. Molnár Gyula és Lakos Imre átjátszotta olyan ingatlan spekulánsoknak, akik a kopaszigáltat pihenő szórakozóhelyek, tehát például Vidámpark helyett egy egész várost építettek fel ott, és mindezt fejlesztésnek hazudva.